Több 10 milliárd forintot nem találnak bankonként, állítja a jegybank szóvivője, véglegesen visszavonta a pénzügyi felügyelet a DRB bankcsoport működési engedélyét, így megkezdődhet az ügyfelek kártalanítása. 20 munkanapon belül juthatnak a pénzükhöz a betétesek. A banki ügyfeleket 30 millió forintig kártalanítják. Közben ma a parlamentben továbbra is egymásra mutogatott a kormány és az ellenzék, míg a Magyar Nemzeti Bank szerint mindaz, amit az ellenzéki pártok állítanak, tudatlanságon és rossz hiszeműségen alapul. Zárva az ajtó is már úgy is marad, a pénzügyi felügyelet ma véglegesen visszavonta a Budakes Brokerház tulajdonosi köréhez tartozó DRB bankcsoport működési engedélyét. Engedély visszavonás oka, hogy az érintett kisbankok eszközeinek értéke nem nyújt fedezetet a követelések teljesítésére. Mivel a Budakes Brokerház ZRT súlyos bankonként 10 milliárdos nagyságrendű összegekkel nem tud elszámolni, ezért az érintett kisbankoknak a saját tőkéje is negatívvá vált. Ez az engedély visszavonás azt jelenti, hogy megnyílt az út az érintett betétesek kifizetésére. 20 munkanapon belül pénzükhöz juthatnak az ügyfelek. Az országos betétbiztosítási alap 100 ezer euróig körülbelül 30 millió forintig kártalanítja a bank ügyfeleit. Az alapnál azt mondták, ezt a lehető leggyorsabban megteszik, az ügyfelek egy része akár néhány napon belül a pénzéhez juthat. A Magyar Nemzeti Bank azt is közölte, hogy biztosítja az alapnak a több mint 120 ezer betétes kártalanításához szükséges pénzt. Közben az országgyűlésben folytatódott a vita a Budakes ügyről, a Fidesz frakcióvezetője a szocialistákat hibáztatta. Önök ezt, tisztelt képviselőtársaim, akkor, amikor az első szocialista broker botrány után kirúgták Szász Károlyt, a pénzügyi felügyelet elnökét, akkor önök a két évenkénti ellenőrzés kötelezettségét eltörölték. Ezzel megteremtették a brokerek szabad garázdálkodásának a jogi alapját. Ez a pénzügyi felügyelet honlapja. Ebből az derül ki, hogy 2010-ben valóban a kormányváltás előtt végezték az utolsó ellenőrzést, ami alapvetően mindent rendben talált, de a vizsgálat lezárásáról szóló határozatot októberben már az a Szász Károly írta alá, akit a Fidesz nevezett ki a PSAF élére. A szocialisták azt mondták, valóban ők emelték fel a kötelező ellenőrzés idejét 2-ről 5 évre, de ettől még a pénzügyi felügyelet vizsgálódhatott volna. Érkeztek bejelentések hozzájuk, voltak vizsgálatok, ezek a vizsgálatok egyértelműen megállapították volna, hogy milyen visszaélések vannak, ezt nem tették meg, úgyhogy a felelősség egyértelműen a Fidesz kormány, illetve a Magyar Nemzeti Banké. A károsultak egy csoportja pertársaságot alakíthat, hogy megpróbáljanak hozzájutni ahhoz az összeghez is, amit a betétbiztosítási alap nem fizet ki kártalanításként. Az őket képviselő Magyar György ügyvéd szerint elképzelhető, hogy egyszerre perelik majd a Budakest és a jegybankot. Ebből az is következhet, hogy esetleg nem egy irányú lesz a felelősség, hanem több irányú, és az is lehet, hogy kármegosztás lesz. A Fidesz szóvivője szerint a jegybank nem lehet felelős az ügyben. Az MNB maga 16 hónappal vette át ezt az ellenőrzési jogosítványt, és az első átfogó ellenőrzésén megállapította ezeket a visszaéléseket. Természetesen nem tisztem a Magyar Nemzeti Bankot e tekintetben megvédeni, de ezek a tények ezzel az üggyel kapcsolatban. De hát előtt is volt egy PSA. Természetesen előtte is volt egy felügyeleti szerv, egy felügyeleti rendszer, ami rendszeres jelentéseket kért be. Az országos betétbiztosítási alap már közölte, kedd reggel tárgyalnak a kártalanítás részleteiről.